Sok időt töltesz a gazdáddal? Ó, de jó neked! Áú! Én is viszketek! Nos, szívesen töltenék egy napot szépítkezéssel, ahogy ti! Megvan! Van egy tökéletes ötletem az Influpet kihíváshoz. A két csapat cseréljen szerepet! Szuper ötlet! Ha égköves Influpetek akarnak lenni, bele kell képzelniük magukat más helyébe. A kutyáknak cicaként, a cicáknak kutyaként kell viselkedniük. Aki a legjobban utánozza a többieket, az nyeri a Rubint. Látjátok? Már is olyan vagyok, mint egy kutya. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec, VIP-pec, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz, I love VIP-pec! Egynapos szerepcsere. A cicák így mennek, feltartott farokkal. Lássuk, megpróbálom. Miért a mancsoddal vakarnád magad, ha itt a villany pózna? Peggy az! Nézd, milyen jól utánozzuk őket! Ouch! A kutyák nem pont így viselkednek. Nyomozzatok még egy kicsit! Hé, hey, mit rossz a cica nézésünkhöz? Szerintem nem pont ilyenek a cicák. Alaposan nézzetek utána, hogy viselkednek. Igaza van! Holnap utána járunk. VIP-pec, holnap szülinapom lesz, és a karácsonyt is ünnepeljük. Tertek el! Hurrá! Szuper! Hogy holnap? Kettem cicáinak is szóltam. Ez a nap fontos nekem. A helyzet az, hogy komoly feladatot kaptunk. Emiatt nem érünk rá. És ha másnap ünnepelnénk, még az is karácsony. Igen! Hát, a szülinapom holnap lesz, de ha nem értek rá... Miért keltünk korán? Ha nyerni akarunk, minden lépésüket figyelnünk kell, ébredéstől lefekvésig. Olyan korán van. Tökéletes fekhely. Ma nem vagyok kocsus. Tesznek maguk körül egy pár kört, hogy megtalálják a lehető legjobb helyet. De minden hely jó hely. Úgy unatkozom. Remélem Emerald siet. Ezt imádják. De miért nem használják a farkincájukat? Nem is értem, pedig egyszerű. Halli, megjöttünk! Na végre! Nyomozásra fel! Vajon hol vannak a cicák? Mit csinálnak? Miért szaglásznak mindenhol? Nem tudom, ez olyan kutyás dolog. Közelebb vannak, mint gondolnánk. Mit csináltok? Csak nem kémkedtek! Hát, mondhatni. Hé, na és ti? Mi? Nos, mi... Oké, mi is kémkedünk utánatok. Ez a kihívás annyira nehéz. Segítsünk egymásnak. A kihívásoknak hála jobban ismerjük egymást. Bár különbözünk, mégis sok a közös bennünk. Szeretünk játszani, csinosak lenni, és mindig éhesek vagyunk. Kettőnek... Igaza van. Na, mit szóltok? Dolgozzunk össze? Igen! Hogy értitek, hogy nem jöttök Fábi a bulijára? Olyan izgatott volt! Hol az ünnepi hangulat? Nézzétek! Sajnáljuk, Fábio, de egy komoly kihívás közepén vagyunk. Az eddigi legnehezebb. Nézzétek! Tudjátok mit? Szeretném megszerezni a Rubint, de Fábia most fontosabb. Hé, hey, és ha rendeznénk neki egy meglepi bulit? Ez jó ötlet, így a partin be tudnánk fejezni a feladatot. Hé, hey, jó, szuper lesz, már is szólok neki. Ne! Ne feledd, meglepetés! Kivel beszélgetsz, bácsikám? Senkivel, senkivel. Miért vagy ilyen vidám? Én? Nem vagyok. Nincs is jó kedvem. Akkor már ketten vagyunk. Nem sokáig. Mit mondtál? Én? Semmit, csak azt, hogy tedd fel a karácsonyi fényt. Szép kis szülinap. Tessék, ha mérges vagy, mozgatod a farkad. Nos, mi akkor csóváljuk, ha örülünk. Tényleg? De klassz.
Besötétedett! Fábi a bulija! Kiment a fejünkből! Csodás születésnap! Fáradt vagyok, inkább hazamegyek. Várj egy percet! Énekeljünk egy karácsonyi dalt! Kösz, inkább nem. Fábia! Boldog szülinapot! De úgy volt, hogy nem értek rá. Rájöttünk, hogy milyen fontos vagy nekünk. Itt vannak az influpetek. Na-na, ki nem hagynánk? A karácsonyi születésnap igen különleges. Hm? Miért tett beléjük? Néztünk titeket, és mind átmentetek a teszten. Tiszteltetek minket, és odafigyeltetek. De legfőképp együtt éreztetek a másikkal. És Kitty, rájöttél, hogy a kihívásokkal jobban megismerhetitek egymást. És barátok lehettek. Ez az enyém? Tényleg? Azt hiszem, hogy akadt egy kis tennivalónk. Csináljuk! Na hát, hogy fénylik a drága kő, és Neona Mellir, te menő! Hé, tortás selfie! Végre jól kijönnek egymással.